Sziasztok, ezzel az identitással, ezzel a témával kapcsolatban én is kaptam valamit. Napokkal ezelőtt, de így most nyert értelmet, és most érzek indítatást arra, hogy ezt elmondhassam nektek, veletek, megosszam. Az Ószövetségben, amikor ír erről, ugye Ádáméknak a bukásáról, amikor Káin megölte a testvérét, Ábelt, akkor Ádám egy ideig kapott időt arra, hogy szembesüljön azzal, hogy ő milyen gyermeket nevelt azzal a lelkülettel, azzal a szellemiséggel, ami neki volt, a Káin volt annak a mentalitásnak a gyümölcse, aminek gyilkosság lett a vége. És nyilván Ádám szembesült az ártatlan halálával, a kisebbik fia elvesztésével, és hát ez a veszteség, ez a fájdalom ráébreszthette arra, hogy nem volt jó ötlet úgy nevelni Káint, ahogyan ők elképzelték Évával. És hát az Úr megkönyörült rajtuk, és adott új magot. És ebből az új magból született Szét, és a Bibliában úgy is van leírva, érthetőség kedvéért, tehát már ott ketté lett választva az emberiség. Tehát, hogyha nem kapott volna új magot Ádám, hanem szembesülhetett volna az ártatlan fia elvesztésében, az ártatlan vér kiontásában, akkor csak a Káin lelkület maradt volna, a fenevad lelkülete, és hát az népesítette volna be az egész földet, és hát az azt jelentette volna, hogy nagyon gyors üzemmódba ugye felemésztette volna. Tehát még mielőtt benépesíthették volna a földet, de igazából nem a földet népesítették volna be, hanem maga a pokol költözött volna a földre, és hát nagyon gyorsan felemésztették volna a földet. Na és hát kapott új magot, Szétet, hogy Káin nemzetsége is szembesülhessen. Hiszen Káinnak megígérte Isten, hogy őt nem teszi el lábaló, sőt senki, mindenki átkozott, aki egy újjal is hozzáér. Így Káin is beteljesedhetett a bűnnel, de volt már neki szembesítője, tükörképe az Isten új magjából, hogy valamelyest láthassa, hogy nem jó. Nem jó az a lelkület, nem jó az identitás, hogyha abba marad. Az első várost, ahogy így le van írva, ennek következtében, hogy ugye megszületik Szét is, Széttel kezdődik az, hogy elkezdik hívni az Úr nevét segítségül. Ami mit jelent? Az, hogy felismerték, hogy az Úr neve, vagy Isten szava, ami őket életben tarthatja, oltalomban tarthatja, és megvédheti attól, hogy beleessenek a Káinnak a mentalitásába, az életvitelébe. Úgyhogy akkor ez volt a kihívás, az oltalom, és amik ebben a lelkületben voltak, Isten fiainak mondatott a Szétnek a nemzetsége, mert az Úr nevét hívták segítségül, és az ő gondviseléséből élt az az ágazat. Ők nem is foglalkoztak városépítéssel, hanem gyermekekként éltek Isten fiaiként, ami azt jelenti, most már Krisztus beszédéből érthetjük, hogy ők voltak a földi angyalok, akik már itt valamelyest megélhették a mennyek országát. Nem birtokoltak, nem volt hierarchia, nem volt kiemelve ők nem személyek voltak, hanem emberek. Emberként éltek azzal az identitással, amit az Úristen adott, visszaadott nekik azáltal, hogy ők hívták az Úr nevét segítségül. És így Isten fiainak mondhattak, ugye ez azt jelenti, hogy voltak ott nők is, férfiak is, gyermekek is, volt életük, de nem azonosultak mással, azzal a névvel, azzal az identitással, hogy ők Isten fiai, Isten gyermekei, hogy ők emberek. Káin mit csinált? Káin, ő azonosult azzal a
személyiséggel, azzal a mentalitással, ami neki, ami őt híressítette, amivel elbukott. Ő azonosult azzal az identitással, hogy ő elsőszülött fiúgyermek, hogy ő munkabíró, hogy ő mindenfélét tud csinálni. Tehát ugyanaz, amit mi is csinálunk, amit kapunk a világtól. Tehát ő az emberi identitást ő elvetette úgy, hogy lecserélte a személyi igazolványra. Mi is ezt csináljuk. Tehát amikor elfogadjuk a személyi igazolványt, az olasz úgy is mondja, hogy carte d'identità. Tehát egy személynek az identitását, Bodó Kingának az identitását fogadom el, amit a szüleimtől kaptam. Egy kis könyvecske vagyok, ami elmondja rólam, hogy milyen a hajszínem, milyen a bőrszínem, milyen magas vagyok, és ugye abban a mértékben, ahogy ez a személy öregszik, romlik ebben az identitásban, ugye 10 vagy 20 évente kell a személyigazolványt lecserélni, és az mutatja, hogy milyen irányba romlik ez a személy. Mert ez a személy már nem ember. Ha emberek lennénk, akkor nem lenne róla könyvecskénk. Nem személyek lennénk, hanem emberek, és azt nem lehetne beazonosítani, felbélyegezni egy kis könyvecskével, de mivel, hogy ezt elfogadtuk, hogy mi a világba akarunk élni, ami Káinnak a világa. Visszatérve az ő történetére, ő volt az első, aki az ő identitásába, az ő személyisége szerint megalapította az első várost, tehát ő stabillá tette az ő elképzelését, és oda biztonságba helyezte magát, és oda építkezett. Míg ugye Szétnek a nemzetsége, Istennek a fiai, ők nem. Na és hát egy bizonyos ponton, amikor ez le van írva, ki van fejtve, hogy az Isten fiak voltak, az Isten gyermekek voltak Szétnek a nemzetsége, akik segítségül hívták az Úr nevét, és a Káin nemzetsége volt úgymond a hatalmaskodók, ők voltak a hírnevesek, ők ugye városba gyülekeztek, tömörültek, és úgy is írja, hogy hát megkívánták az ő leányait, az Isten gyermekek, akik lehetnek, akit nem kell így szó szerint érteni, hogy ott csak nemi közösülés volt, hanem az Isten gyermekek a Szét ágazatából, ők mindent megkívántak. Bementek Káinnak a városába, a vírusba, az akkori Káinnak a Bábel tornyába, Babilonjába, és hát kinek mi tetszett meg, lehet, hogy megkívánták a jólétet, megkívánták a biztonságot, és mindent, amit egy város kínálhat. És így feküdtek össze, és lecserélték az emberségüket, a fiúságukat, az első fiúságukat a személyi igazolványra, a Káin nyújtotta identitásra. És hát ugye a városnak az alkotmánya, hogy ha már bejöttél az én házamba, akkor el kell fogadnod az én házi rendemet, az én személyi igazolványomat, tehát azt, hogy hozzám tartozol. És így vesztették el, így buktak el a Szét nemzetsége, és hát ugye ennek a következménye az lett ennek az egésznek, hogy Isten el kellett törölje, tehát ugyanaz, ami most is történik. Tehát kaptak figyelmeztetést, ott volt Énok, aki Istennel járt, ő volt Krisztusnak az előképe, és ő mutatta az utat, de akik már a várostól, a vírustól megfertőződtek, és személyekké váltak. Ők nem tudtak már azonosulni. Na és hát ennek ugye a következménye az lett, hogy Isten víz által eltörölte a földet, tehát megbánta, hogy az embert teremtette. Mert az hiába adott új magot, az Isten gyermekek lemondtak megint az emberi jogaikról, az emberségükről, amit Isten adott, az eredeti identitást a Káin személy igazolványáért, hogy biztonságban élhessenek, kényelemben élhessenek, és mindenről dokumentumuk legyen úgy, ahogy nekünk is, hogy szerethessék önmagukat, és ne azt a magot, amit Isten adott.
Most is az történik, ami Noé idejében, most is Isten egy csomó embert kihívott, és igen, az utitársak tükörképében láthatjuk, hogy megkerülték nagyon sokan az egész világot, de mivel, hogy a szembesülést különböző személyigazolvány adta identitással nem tudtak szembesülni, nem tudták levetkőzni a nőiességet, a férfiasságot, a bőrszint, a hajszint, a nemzetséget, a munkabíró képesség adta identitást, az anyaszerepet, az apaszerepet, és hát mindent, ami ebben a világban tart. Ezért hiába megkerülték a földet, és hát lassan most már azt láthatjuk, hogy visszavették magukra a régit, úgyhogy újnak gondolják, úgyhogy még azt is merik állítani, hogy ez Istentől van. Könyörgöm, Isten, bocsásson meg. Nem azt mondta Isten, hogy hirdessük Istennek az országát, hogy azonosuljunk a világ nyújtotta személyiség darabkákkal. Azt mondta Jézus az apostoloknak, hogy sehol ne vendégeskedjetek tovább, ha jól emlékszem, 3 napnál. Ami mit jelent? Ahova elküld a Szentlélek, akivel beszélnetek kell, ahol bizonyságot kell tennetek. Ott ne maradjatok túl sokáig. Mondjátok el, amit kell, hátra arc, és tovább kell menni, úgy, ahogy Jézus is csinálta. Ne maradjatok tovább, mert a végén hozzájuk fogtok megtérni, még ha be is fogadták az evangéliumot. Mert az lesz a vége, hogy mivel még bennük nem végeztetett el a munka, ők csak a magot megkapták, és ha ti tovább vendégeskedtek, akkor az lesz a vége, hogy a magot megölitek. Megölitek, és ti fogjátok felvenni azt az identitást, azt a ruhát, amit az a ház addig hordott, és le kellene, hogy vessen. Le kellene, hogy vessen azáltal, hogy az örömhírt, az evangéliumot, a Szent Lelket befogadták. Na de ha tovább maradunk, akkor nem fogják levetni, hanem minket fognak maguk alá vetni és megtaposnak. Megtaposnak, és azon kapjuk magunkat, hogy már visszamentünk a régibe, és hát nekünk is megtetszik az a ház, és oda akarunk tartozni, és felvesszük örömmel azt a ruhát, és akkor már hirdetjük, hogy hú, itt az volt a probléma, hogy én eddig ezt a mentalitást nem ismertem. Milyen aranyos emberek, hisz már egy hete itt vagyok náluk. Isten akarata az, hogy egymást tanítgassuk, és akkor hát felveszem az ő ruhájukat, az ő lelkületüket, és szeressen fele barátaimat úgy, mint önmagamat. Ez figyelmeztetés, hogyha mindannyiunk számára, hogyha tovább akarunk működni a személyi identitásunkba, amiket magunkra vettünk, abba, hogy én nő vagyok, férfi vagyok, feleség vagyok, fér vagyok, tovább akarunk mi ebben az üzemmódban működni, akkor a régi identitás marad, és nem tudjuk az újat, nem tudunk emberekké válni, új emberré válni, nem tudnak a régiek elmúlni.